Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a tarpa, amelyet a szakemberek a mezőny első felébe várnak a bajnokság végén. Az első mérkőzésen hazai pályán 2-0-ás vereséggel szenvedett a Barkánytól a Márton István által irányított együttes, aztán viszont két győztes meccs következett. Vásárosnaményban 3-2-re nyertek a tarpaiak, a legutóbbi fordulóban pedig a Fehérgyalmat ellen szintén 3-2-re győztek Illés Gyuláék. Így jelenleg 6 ponttal az 5. helyen áll az Újonc. Azt tudni kell, hogy a csapat az megye 2-ből érkezett, ahol sem a mérkőzések, sem az iram nem készítette fel a csapatot arra, hogy a megyei első osztályban helytálljon. Ezen dolgoztunk egész felkészülés alatt, magasabb osztályú csapatok ellen játszottuk az edzőmérkőzéseket. Szerintem olyan minőségű edzésmunkát végeztünk a nyáron, amiből még egy kicsit későn is frissültünk ki, sőt még most is azt mondom a csapatra, hogy nem vagyunk még elég élesek, nem vagyunk még elég frissek a mérkőzések erejére, viszont az mindenképpen alátámasztja, hogy jó úton járunk, hogy 2 mérkőzést is 10 emberre tudtunk megnyerni, úgyhogy végigbírtuk erőben a mérkőzéseket. A megyei bajnokságokban egyedülálló módon a tarpaiak pénteken villanyfénynél játsszák hazai meccseiket. Márton István szerint a szurkolók körében sikert aratott a kezdeményezés. Sokan kérdezik, hogy miért jó ez nekünk, hogy mi péntek este szeretnénk játszani. Aki most látta a Fehérgyarmat mérkőzésünket, és talán kicsit sokan csodálkozva olvasták az újságban, hogy 450-500 néző volt a hazai meccsünkön, az most megérthette a környékről az összes csapat, játékosok, sportvezetők, akár a megyéből is többen eljöttek megnézni a meccsünket. Én azt gondolom, hogy igazi futballmeccs hangulata volt, villanyfénybe, sok néző előtt. Én azt gondolom, hogy ez plusz előtt ad minden játékosnak, akár a nézőknek is egy nagyobb élmény. A tarpára szombaton újabb nehéz mérkőzés vár, mivel a 100%-os listavezető Nyír Gyula otthonában lép pályára Márton István együttese.